következő témánk, kiberkémkedés, fedett műveletek a kibertérben. És aki látta a kiberhadviselésről szóló előadásomat, az nem lepődik meg, hogy Szuncéval fogom kezdeni, ugye Szuncé és a kiberkémkedés. Szuncé mondotta, ezért a bölcs fejedelem és a kiváló hadvezér úgy indít háborút és úgy arad győzelmet az ellenség felett, úgy szerez tehát érem, érdemdús tetteket, amelyek révén kiemelkedik a sokaságból, hogy mindent be igye... tudni. Ez az nem lehet a szellemektől megszerezni, nem lehet sem más dolgok mintájára levont következtetések, sem számítgatások útján megszerezni. Az ellenség helyzetének ismeretét mindig emberektől kell megszereznünk, és hát hála jó Istennek itt a kibert térben egyrészt van ember, sok, másrészt van ellenség, sok, akiknek van adata, sok, úgyhogy ha valamit előre szeretnénk tudni, akkor tulajdonképpen az internet ugyan egészen jó és gusztusos forrásnak tűnik, ahonnan sok mindent meg lehet szerezni. Ez pedig nagyban segíti az a helyzet vagy az, az állapot, hogy ugye éppen egy digitális adatrobbanásban vagyunk. Aki így ránéz erre az ábrára, amit egyébként az IDC 2010 ban publikált, hát szerintem egyből fölfedezi az exponenciális jelleget. Exponenciális jelleggel nő ugyanis az évről évre létrehozott új adatoknak, digitális adatoknak a mennyisége. Ezeknek az adatoknak a mennyiségét jelen pillanatban zettabyte nagyságrendben mérjük, és 2025-re az IDC legalábbis azt jósolja, hogy az éves újonnan létrehozott digitális adatnak a mennyisége a 175 zettabyte lesz. 2020-ban, vagy a 2018-ban jött ki a jelentős, tehát 2020-ra olyan körülbelül, mennyi az, 50-55, környékén, tehát nagyjából 50 zetabájt mennyiségű adatot jósolta az IDC. És ez miért fontos? Hát azért, mert ugye, mint ahogy megtanultuk, az információ alapja az adat, tehát minél több adatból tudunk táplálkozni, annál jobb lesz, vagy annál jobb minőségű lesz az információ. Illetve a mesterséges intelligenciát is ugye adatból tápláljuk, bármilyen típusú mesterséges intelligenciáról van is szó, tehát minél több adatunk van, annál jobb lesz a mesterséges intelligencia. Ezt nevezik ugye a big data-nak, a nagy adatnak, ami nem egy új történet, hiszen valahogy a 2010-es évek elején jelent meg ez a big data fogalom, és azóta, ami akkor még ilyen ködös távoli jövő volt, azóta azt lehet mondani, hogy a big data tulajdonképpen velünk él, tehát ez egy velünk létező jelenség, és a big data az alapja voltaképpen az adatgazdaságunknak, amiből az olyan nagy technológiai cégek, mint a Facebook vagy a Google él, meg amiből egyre inkább ugye az államok is élnek. Ez a zetabátnyi adat, sok-sok zetabájtnyi adat, sok -sok zetabájtnyi adat ugye annak a fényében, hogy ma már ugye egy közönséges laptop, egy közönséges winchester -e, hogyha nem SSD-t választanak, akkor körülbelül egy, egy terabájtra skálázódik, Um, egyáltalán nem túlságosan meglepő, hogy ilyen mennyiségű adatot hozunk létre. Na de honnan származnak ezek az adatok? Akkor megint egy kicsi döbb, megdöbbentő uh, információ halmaz, amit uh, az IBM uh, publikált ki. Adatok, hogy hol tartunk már ebben a pillanatban. Minden másodpercben 2,9 millió e-mail kerül kiküldésre. Minden nap egy átlagos háztartás 375 megabájtnyi adatot forgalmaz. És mi lesz akkor, amikor ténylegesen megjelennek majd a smart home -ok, ez az adatmennyiség így folyamatosan fog fölfele menni. Arról nem is beszél, hogy nem minden háztartásban van mondjuk streaming média, de egyre több helyen van streaming média. Magyarországon is ugye tegnap jelentették meg az állami Netflixet, ahol a magyar filmeket lehet nézni ami azt jelenti, hogy egyre többen fogunk majd mondjuk streaming médiával e, is találkozni, tehát az a 375 megabájt azért az lesz majd még magasabb is. Minden egyes percben 20 órányi új videó kerül feltöltésre a YouTube-ra. Minden egyes nap a Google 24 petabájtnyi új adatot dolgoz fel. Tehát az a 175 vagy 5 ami van, hozzák le 365-re, az a napi létrejövő adatmennyiség, és akkor abból 24 petabyte -nyit dolgoz fel a Google, az a Surface Web. Mondanám azt, hogy kiszámolom, de most így óratartás közben ennek a matematikai példának nem fogok neki menni, úgyhogy ha valaki a chatben ezt az osztást megcsinálja, akkor azt meg fogom köszönni, hogyha igazak az állítások, akkor körülbelül eh, nagyjából olyan 4-5%-ra kéne kijönni ennek a 25-24 petabyte -nak minden egyes nap 50 millió új tweet keletkezik. Amikor Donald Trump kicsit belelendül, mert éppen nem hiszi, hogy elvesztette az elnökválasztás, akkor nyilván ez a mennyiség egy olyan 2-3 millióval megnő. Minden egyes hónapban összesen 700 milliárd percet töltünk el a Facebookon. Ugye 2,74 tehát 2 milliárd 740 millió felhasználója van a Facebooknak, ők úgy együtt nagyjából 700 milliárd percet töltenek el minden a hónapban. Jelentem, én mióta lejöttem a Facebookról, mármint hogy a letöröltem az alkalmazást a telefonomról, és azóta egyrészt nyugalmas életem van, másrészt pedig érezhetően jelentősen nagyjából napi egy órával visszaesett a képernyőidőm. Aztán 1,3 exabyte adat kerül kiküldésre és fogadásra az internet, mobil internet felhasználók által. Ugye ezt milyen mennyiségben, a sajnos nem írja a jelentés. És végül, ugye közeledik a karácsony, és most ez minden idők leginkább internetes karácsonyra lesz, úgyhogy ennek a fényében, az Amazonról, az Amazonon keresztül minden egyes másodpercben 72,9 új elem, új e, áru Kerül megrendelésre. Ezek tehát számok, nem tudom pontosan megmondani, hogy mennyire elavult számok, ez az, meg tudom mondani, ezek a 2019-es adatok, de hogy most 2020-ban itt a pandémia, például hogyan alakultak át a, a, a számok, ezt nem tudom megmondani. De minden esetre látszódik, hogy amúgy az információ létrehozásához, előállításához szükséges adat, az töménytelen mennyiségben van meg a különböző e, e, szolgáltatóknál. És hogyha azon kezdünk el gondolkodni, hogy az USA miért nyíg annyira a kínai fenyegetéssel szemben, hát azért, mert ezek a szolgáltatások itt mind, ezek ugye amerikai szolgáltatók, tehát az amerikai titkosszolgálatoknak azért igen nagyon jó rálátásuk lehet arra, hogy mi történik a világban, hogyha hozzáférnek ezekhez az adatokhoz. Márpedig ugye Edward Snowden oda tudjuk, hogy vagy hozzáférnek, mert mert jó barátságban vannak az adott cégekkel, akik betartják a saját honoságukat, vagy pedig, hogyha nem annyira vannak jó barátságban, akkor meg megoldják, hogy hozzáférjenek. Ebben igencsak vele tud rondítani Kína, hogyha mondjuk kínai szolgáltatóknál történnek ugyanezek az adatok, amik ez az amerikaiaknak nincsen annyira könnyű hozzáférés. Adatból tehát van bőven. Na de, hogyan lesz az adatból információ, különösen olyan információ, ami az állam számára értékes információ? Ehhez Alfred Rollington hírszerzése a XXI. században című könyvéhez megyek vissza, amit az Antal József Tudás Központ jelentetett meg, egy kiváló könyv, akit érdekel a téma, kicsit a hírszerzésnek az elmélete, annak feltétlenül ajánlom, de egyébként a mi egyetemünknek a honlapjáról is letölthető hírszerzéssel kapcsolatos különböző könyvek. Én most azért ezt választottam, mert ez nem egy általános hírszerzési tankönyv, hanem kimondottan a 21. századi technológiákra próbál meg rávilágítani. És Rollington azt mondja, hogy van egy úgynevezett hírszerzési ciklus, amit e, e, tulajdonképpen ez a bitang mennyiségű adat, ami kim van az interneten, és, és az egyéb nem szörfészve Na, szóval, hogy ezt a hírszerzési ciklust, ezt, ezek az adatok, ezek elég jól ki tudják szolgálni. A hírszerzési ciklus az maga úgy néz ki, hogy kezdődik az egész egy információgyűjtéssel. Az információgyűjtés ugye a mai világban ideális esetben már egy nagy adatokon alapuló információgyűjtést jelent, hiszen rengeteg olyan információ van, amit gépesített, gépi módon tudunk begyűjteni. Ezt követi az elemzés és értékelés, aminek az elemzésébe a különböző típusú mesterséges intelligenciák nagyon jól be tudnak segíteni, és részt tudnak venni abban, hogy megalapozott és jó döntés előkészítést tudjanak tenni az emberek számára, mely emberek nyilvánvalóan az eredmények visszanemzésével és a, a gép által még nem pótolható tudással tesznek utána javaslatot arra, hogy a harmadik lépésben ugye egy konkrét helyzetet tisztázzanak, vagy pedig. Egy konkrét helyzetet a saját előnyre használjanak ki azok, akik a hírszerzést irányítják, akik a hírszerzést, az intelligence-t megrendelik. Azaz, ugye a hírszerzést tipikusan az államok esetében a politika szokott megrendelni, a politikát szolgálja ki a hírszerzési ciklus, hiszen a politika, az állam vezetése az, aki ezek alapján olyan döntéseket hoz, ami után ugye a végrehajtó hatalom mindezt e, e, föl tud emelni, csatlakozni és végre tudja hajtani a politika kívánalmait, még úgy is, hogy a politika kívánalmait nem feltétlenül mindig érti a végrehajtó hatalom. És folyamata így néz ki. Az egész ott kezdődik, hogy a feladat és a vízió elgondolás politikai vezetők határozzák meg. Az, hogy... És most elnézést, nem fogok, nagy, nem fogok politikai véleményt nyilvánítani, csak próbálok reflektálni a napi történésekre. Tehát ugye az, amit az újságban olvasunk, és ami valójában történik, ez nem túlságosan meglepő módon, ez meglehetősen távolál egymástól. Hiszen mondjuk most aktuális esetben a, a lengyel és a magyar vétófenyegetés mögött, hogy pontosan mi a vízió, és e, mi fog történni, miért csinálják ezt, és mi a sakjátszmában a következő lépés, azt egészen pontosan, egészen biztosan nem tudjuk, hiszen mi csak azt látjuk, amit kommunikálnak a, a tömeg felé, és ez a kommunikáció, ez jó eséllyel, hát finoman szóva köszönő viszonyban sincsen azzal, ami valójában történik. De azt nagy, nagy biztonsággal merem állítani, hogy ez a vétó fenyegetés, ez nem egy ilyen hirtelen jött ötlet volt, hanem emögött egy, egy nagyon tudatos fölkészítés volt, amiben a, az ország hírszerző szervei is egészen tehát nem lennék meglepve, hogyha a lengyelekkel együttműködve egyébként már hónapok óta dolgozott volna, és lenne egy konkrét stratégia arra vonatkozóan, hogy mik legyenek a következő lépések. Ehhez viszont információt kellett szerezni. Az információ szerzés, illetve ugye a politikai feladat, feladatszabásnak a második lépése, a napi tájékoztató és vita az elemzők és a döntéshozók részvételével, ami ugye segít finomítani azt, hogy pontosan mire, mire, mire is, eh, miről is van szó. Donald Trump elnöknek például nagyon komolyan asztróják föl azok, akik mellette dolgoztak, és akik mondjuk nyilván azok, akikkel összeveszett, tehát hogy valójában mi történt, azt egyrészt sose fogjuk megtudni, és azt is majd csak akkor, hogyha olyanok is írnak, akiket nem rugott ki, de lényeg lényeg, 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 hogy Trump elnöknek azért egy nagyon komoly hátrányul rúják föl azt, hogy nem volt igazából vízió, és nem is igazán érdeklődött ezek után a hírszerzési jelentések után. Már pedig ahogy Rollington könyvében is lehet olvasni, a hírszerzőnek a legnagyobb átka az az, hogy a politikai döntéshozónak nincsen olyan elképzelése, ami alapján hírt kell szerezni, mert akkor ugye az egész hírszerzés értelmetlen marad. Szóval, hogyha van ilyen, akkor ezek a napi tájékoztatókon és vitákon lehet pontosítani, hogy mégis mire gondolt az alkotó, amikor a hírszerzési igényét megfogalmazta. Harmadik lépés, hírek és elemzések folyamatosan a naprakész állapotba hozzák a gyorsan változó adatokat, információkat és hírszerzési jelentéseket. Ugye a hírszerzés az már csak olyan, hogy 0-24-ben zajlik. És ebben a gépesítés, a számítógépek, a, a különböző adatfeldolgozások gépi adatfeldolgozások rengeteget segítettek a hírszerző szervezeteknek. Én magam tíz évvel ezelőtt láttam már olyan szoftveres megoldást, ami párhuzamosan tudott száz egymással párhuzamos streaming TV adást földolgozni, különböző világnyelveken képes volt értelmezni, hogy mi hangzik el az adott műsorban, és az előre beállított kulcsszavak alapján jelezni, azt, hogyha mondjuk egy TV adásban, egy híradóban az adott kulcsó mentén beszéltek egy témáról. Na most gondoljuk el, hogy ez egy 10 évvel ezelőtti technika, akkor mondjuk mostanában mire képesek ezek az adatfeldolgozó eszközök. Ezek az, információ, ezek az adatok pedig segítik azt, hogy az információ ténylegesen napra kész legyen. Hírszerzési ciklus, a hírigényt a döntéshozók határozzák meg, mert hogy ugye a hírszerzés az már csak olyan, hogy mindig vannak tevékenységek és ellentevékenységek, tehát, hogy a, a, akiről információt szereznek, az jó esélyes információt szereznek, tehát mindent megtesz annak érdekében, hogy az információ szerzéshez ne legyen sikeres, azaz adaptálódni kell az adott helyzethez, és folyamatosan frissen kell tartani az információkat. Stratégiai tervezés, a tervezett jövő hosszú távú áttekintése, hogy az egész intelligence, az egész célszerzés az arról szól, Ja, mint a sakk. Tehát, hogy legyen meg a, a következő, meg a következő, meg a következő, meg még utána következő lépés is, függően attól, hogy az én környezetem az hogyan fog változni. Számomra egyébként az egész Európai Uniós költségvetés környéki vétó fenyegetés ezért egy nagyon izgalmas kérdés, mert bár egyáltalán nem látok bele, és én is csak az újságot olvasom, de ezzel a szemmel olvasom, hogy vajon ezek a sakjátszmák ezek hogyan fognak lemenni, és és mi lesz a végén a mindenki számára remélhetőleg kedvező megállapodás. Hát lehetőleg, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy nem zérószögű a játszma, tehát nem az lesz, hogy mindenki veszít, hanem valamiféle win winbe fog torkolni majd ez a történet. Szenárió tervezés, a jövőbeni lehetséges fejlemények. Ugye a stratégiai tervezésnek az egyik eredménye az, hogy megpróbáljuk megjósolni, hogy mit hoz a jövő, mit fognak lépni, és akkor ennek mentén alakítjuk ki a lépéseinket. Mozaik módszer a különböző szereplők eltérő véleményéből kialakított történelmi jelenlegi jövőbeni és stratégiai perspektíva. Ez pedig azért fontos, mert bár úgy tűnhet, és Isten igazából Szunce, Szunce is ezt mondta, hogy a múltból nem lehet a jövőre következtetéseket vonni, azért az élet meg a történelem azt igazolta, hogy de a múltból is egyébként nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, Például, amikor az amerikaiak belevágtak az afgán háborúba 2001-ben, akkor nagyjából kettő évbe tellett, amíg a kezükbe került egy 19. századi angol hadikönyv, ami szépen leírta azt, hogy hogy működik Afganisztán, és az ottani törzsek, és az ottani terepviszonyok, és minden, és rájöttek arra, hogy lehet, hogy ezt a katonai művelet előtt kellett volna elolvasni. Tehát, mert ott tanulni lehet a múltból. Mindig lehet tanulni a múltból, és mindig érdemes bekalkulálni, azt, hogy a múltból milyen következtetéseket lehet levonni. A vége pedig ennek a folyamatnak, ennek a, a hírszerzési folyamatnak a tervezési konferencia, az eredmények, problémák és folyamatoknak a megvitatása, mert hogy azokból az információkból, és ugye ezt, ezt próbálom hangsúlyozni, az információ maga az mindenki számára más jelenthet, tehát ugyanazokból az adatokból más és más információkat tudunk levonni, nagyon fontos, hogy a különböző nézetek ütközzenek, mert hogy a politikai döntéshozó a végén ezekből a különböző nézetekből tudja a saját döntését meghozni, ami után nyilván már ő visel felelősséget. Visszerzési információk forrása pedig egyébként a különböző intek, amikről már tanultunk a kiberhadviselés előadáson, ezek közül is ugye a legfontosabb a HUMINT, a human intelligence, az emberi erőforrással folytatott hírszerzés. Tehát nem lehet kellően e, túlbecsülni a, a humán, az emberi erőforrásoknak a, a, a mikéntjét, e, mert hogy, mint ahogy a kiber támadásoknál általában, e, ugyanígy a, a hírszerzésnél is, azért a legjobb információforrás mégiscsak az ember jelenti tekintettel arra, hogy az ő fejében ugye nem csak pusztán adatok, hanem ebből összeállt információk is vannak, tehát hogyha ezt ki tudjuk belőle szedni, akkor az alapvetően jó lehet. Régen még egy, egy régi írta, írták, de nagyon, nagyon megmaradt bennem az, hogy az emberből háromféleképpen lehet kiszedni az információt, illetve három olyan forrás van, ahol, amin keresztül az információ könnyen kijön az ember. Ugye azt mondták, hogy az embert három helyen lehet fogni, a markánál, a torkánál és a farkánál. Tehát, hogyha ezeket sikerül jól alkalmazni, akkor a humint egy aranybánya. De nyilvánvalóan nem lehet mindig a humintre támaszkodni, nem lehet mindig oda küldeni a hírszerzőket, bár, bár bár, azért az a tapasztalat sok-sok felfedett műveletnél, vagy félre sikerült műveletnél, hogy még mindig nem lehet alábecsülni teljesen az emberi butaságot, meg az emberi mindenféréket. Tehát még mindig vannak eh, olyan eh, döntéshozók, akik szentül hiszik, hogy ez a csinos nő, akivel találkoztak, tiszta szerelmet szeretne, és hogy az a eh, kínainak tűnő úriember, aki most jutott a kezébe tízezer dollárt, az tényleg csak a eh, tanácsadói munkát szeretne kapni a, az illetőtől, illetve mindig vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy úgyse fog kiderülni, hogy mi mindent csináltotta azokban a sötét szobákban. Szóval, na, kellő naivitás, de hát az ember ilyen, úgyhogy mióta ugye szokták mondani, hogy a legősibb szakma után, amiről pontosan tudják, hogy micsoda a második legősibb szakma a kémkedés, nem véletlen ez a két szakma, ez meglehetősen egy cipőben jár, vagy, vagy együtt dolgozik. A másik ilyen intünk, ez a SIGINT, a Signal Intelligence, a rádióelektronikai felderítés, tekintettel arra, hogy azért az internet előtti világban igen sok mindent kommunikáltunk, igen sok minden adatot továbbítottunk rádiófrekvenciákon, azért ezeknek a lehallgatása meglehetősen ott van, tehát mondjuk az amerikai Echelon rendszernek a, a, hatalmas nagy parabola antennái azért alapvetően a, a Signal intelligence voltak kihegyezve. Ami viszont viszonylag újabb, ez az ELINT, az Electronic Intelligence, amiben benne van a TELINT, a telemetriai felderítés, a RADINT, a Radar Transmitted Intelligence, és ott van a si ugye a Cyber Intelligence. Ezek a rádiófrekvenciákon, klasszikus rádiófrekvenciákon túlmutató, más módon keletkezett elektronikus eh, információknak, jeleknek az összegyűjtésével foglalkozó meglehetősen tágterület. Az IMINT, az Imagery Intelligence, a képi alapú felderítés, ami ugye jöhet gyakorlatilag egészen közelről, ugye kis fényképezőgépekről lefényképezve, vagy éppen a Google autóinak autóiról lefényképezve, de tarthat egészen ugye a műholdakról készített fényképekig, tehát nagyon tágos spektrum. Külön szakértők kellenek azért ahhoz, hogy mondjuk akármit is ki tudjanak hámozni egy ilyen fényképről. Masint, Measurement and Signatures Intelligence, ez az ABC felderítés, aki Ugye a másik oldalon katonaként dolgozik, azt tudja, hogy ez az ABC mit jelent. Ez ugye az Atomic, Biology, a Chemistry, tehát ugye nukleáris, biológiai és kémiai vegyi fegyvereknek a felderítésére vonatkozó különböző jeleknek az érzékelése. Ezeknek hála nem nagyon lehet ma csak úgy hasadóanyagot csempészgetni, még kisebb távokon sem, mert azt azért valami műhold majd előbb-utóbb ki fogja szúrni. Geoint, geospatial intelligence, geoinformációs felderítés, szintén műhold alapú felderítés. A, a képeken túlmenően a gyakorlatilag a mindent ismérünk e, műholdakról, és ebből próbálunk meg összerakni dolgokat. E, ennek köszönhető, hogy mondjuk, hogyha valahol e, egy kisebb mennyiségű radioaktív anyag úgy hirtelen megjelenik a légkörben, vagy nem is kell nagyon e, nukleáris anyagnak lenni, hát CFC anyagok, ugye az ózonréteget pusztító anyagokat is így tudták felfedezni, hogy egészen pontosan holna melyik gyárból pöfékelnek azok a levegőben. És a végén a TEHINT, a Technical Intelligence, a technikai adatszerzés, ami a fizikai térben történő mindenféle adatszerzéseket jelenti, a, tudom én, az új lenyomattól DNS-ig, és a többi, és a többi, és a többi. Ezek az intek, tehát mind abban segít, még több információ, még több adatunk legyen az információhoz. Az interneten viszont, mint ahogy egyébként az előző előadáson ezt végig is beszéltük, hogy alapvetően az internet maga segít abban, hogy az adatokat hihetetlen mennyiségben összeszedjük. Surf emlékeztetőül ugye a Surface Web, a Google által kereshető adatok halmaza, a Deep Web azon adatoknak a halmaza, amiket a Google nem tud megkeresni, de egyébként akár hozzá is férhetünk, mert mondjuk megvásárolunk egy előfizetést, vagy hozzáférést kapunk valamilyen belső hálózathoz, a dark web pedig az a hálózati szegmens, ahol speciális szoftverrel való hozzáférés után találhatjuk meg az adatokat, hogyha nagyon-nagyon keresünk. ide tartozik mondjuk a torhálózat hálózat is a Darknet. Kik a hírszerzők? A hírszerzők ketté lehet mondani, állami hírszerzésről és üzleti hírszerzésről beszélünk. Bár a szakértelem mind a két esetben nagyon hasonló, és ezért akik az üzleti hírszerzésben vesznek részt, azok azért jó eséllyel korábban az állami hírszerzésben dolgoztak. A képességek, a lehetőségek az üzleti hírszerzésben azért lényegesen e, csekélyebbek, mint az állami hírszerzésnél. Például az üzleti hírszerzésnek az eszköztárát meglehetősen beszabályozzák a vonatkozó jogszabályok, mondjuk egy lehallgatás, vagy, vagy egy hekkelés, vagy akármi, ami a BTK-ba ütközik, ezeket nem hajthatják végre az üzleti hírszerzők, de e, azzal a hírszerzői mentalitással, ami, amivel rendelkeznek nagyon sokan, rendőri vagy titkosszolgálati múltal, azért így is rengeteg mindent össze lehet szedni jó kérdésekkel, vagy éppen jó internetes keresésekkel. Az állami hírszerzés viszont egy tipikus szürke zóna minden országban. Mert hogy az állami hírszerzés, amíg belső piacra, működik, azaz ugye állampolgárokat kell megfigyelni, az nagyon szigorúan szabályozott. Tehát itt Magyarországon is, hogyha magyar állampolgárokkal szembeni bármilyen megfigyelésre van szükség, akkor annak egy, egy nagyon strikt koreográfiája van, engedélytől kezdve dokumentáció, megvannak a szabályai. Tehát nem lehet csak úgy kémkedni magyar szolgálat által magyar ember ellen, mint hogy az amerikaiaknál is megvan ez, bár tudjuk, hogy a Snowden League-ekből tudjuk, hogy azért ezt az NSZ meglehetősen szabadon értelmezte. Törvényes volt, de nem biztos, hogy a törvény alkotók egészen így képzelték el a jogszabály alkalmazását, amikor megalkották azt a bizonyos jogszabályt. Ezzel szemben, amikor külső hírszerzésről beszélünk, tehát egy állam egy másik állammal szemben folytat hírszerző tevékenységet, akkor az az abszolút szürke zóna. Hát úgy, úgy illik csinálni, hogy azért lehetőleg bizonyos normákat ne nagyon sértsen meg az ember, de nincsen annyira lefektetve, finoman szóval nincsen annyira lefektetve a kódexe és a szabályrendszere, mint mondjuk a háborúnak, a Jussin-Bellóval. Ugye a külső hírszerzésnél is kettő típust ismerünk, vannak ugye a Fedésben dolgozó hírszerzők, diplomáciai fedésben dolgozó hírszerzők, akik ugye a nagykövetségeken dolgoznak, vagy valamilyen diplomáciai védelem alatt működnek, és nagyjából így mindenki tudja róluk, hogy ők hírszerzők. A, a diplomáciai állomány egy igen jelentős része dolgozik ilyen körülmények között, és vannak azok a hírszerzők, akiknek viszont nem. Nincsen ilyen jellegű védelme, tehát akik, akik, akik úgy épülnek be, úgy tartanak kapcsolatot, úgy kémkednek, úgy szerzik a híreket, hogyha őket elkapják, akkor ugye a, azon ország joga alapján a bíróság ítéletétől függően, ugye vagy öt év vagy kötél, függően attól, hogy mit, kötő, mit, mit követtek el és melyik országról van szó. Tehát a hírszerzés, mint olyan, nem feltétlenül egy ö, olyan terület, amit, amit szanaszét szabdalnak a szabályok, de hát ugye tudjuk, hogy szerelemben és háborúban minden szabad. Háborúban is, bár vannak nemzetközi jogi aktusok, amik azért meghatározzák, hogy mit nem lenne szabad, de hát a háború majd a győztes utólag eldönti, hogy megsértették ezeket a szabályokat. Na, hát a hírszerzésben, a külső hírszerzésben aztán tényleg minden, minden, minden megengedett egészen addig, amíg egy bizonyos vörös vonalat át, át nem lépnek a felek. Az, hogy ki hogyan szerez információt, ez viszont nagyon függ a képességektől, és a képességek nagyon széles skálán mozognak. Ugye a szakértelemtől függően vannak a normál end -userek. Mi is, normál end is szoktunk híreket szerezni benne vagyunk az intelligence-ben, méghozzá, gondoljnak csak bele, hogy mentek-e már olyan találkozóra, ahol a másik felet nem ismerték, és rákerestek-e mondjuk a LinkedIn-en vagy a Facebookon arra a másik személyre, vagy előfordult már-e az esetleg, hogy szerettek volna, nem tudom én, kicsit benfentesebb információkat egy adott témáról, és elkezdtek nagyon mélyen googlizni. Na hát ez maga a hírszerzés, a saját célokra egy adott cél érdekében, Uh, és ez mutatja is azt, hogy, hogy a modern világban praktikusan mindenki számára megvan a hírszerzésnek a lehetőség. A kérdés az az, hogy mennyire élünk vele. A fake news -ok világában, ahol akár le is lehetne viszonylag könnyen buktatni ezeket az álhíreket egy kis hírszerzéssel, azért azt mondom, hogy az internetesök túlnyomó többsége nem él ezzel a lehetőséggel. Pedig a lehetőség itt van számunkra is. A script-kidi képességűek, tehát azok, akik nincsenek, Mély e, tudásbirtokában birtokában is jellemzően nem csoportban, nem egyedül követik el a különböző hírszerzési, hekkelési feladatokat. Az ő esetükben, e, azért a hírszerzés egy egyen mélyebb e, dolog lehet. Könnyebben hozzáférnek, vagy könnyed, könnyedén hozzáférhetnek öninformációkhoz, amihez nem kéne hozzáférniük. Majd ezt közzé is tehetik, ezzel komoly károkat okozva. A mai világban bár tudnak kellemetlenséget okozni ezek a, ezek a szűkek alapos hekkerek, de Isten igazából nem annyira, nem annyira nagyon, bár pont Németországból jut most eszembe egy eset, amikor a Bundestag igen nagyszámú számú képviselőjének a privát fiókja, illetve e-mailezése került napvilágra, amik kiderült, hogy egy 19 éves itt script kiti kocka volt az, aki hozzáfért ezekhez a levelezésekhez, és közzétette valamilyen ködösokból kifolyólag, mondjuk ez a nagy hack is úgy nézett ki, hogy a Darkneten összevásárolgatott néhány hozzáférés, és csodák csodája működtek azok a felhasználók és jelszavak. Szóval azért lehetnek itt is, itt is galibák, de, de még őket sem soroljuk a nagyon komoly aktorok közé. Szemben mondjuk azokkal, akik az üzleti hírszerzés mesdjéjén haladnak, akik viszont képességgel is rendelkeznek, tudással is rendelkeznek, és nem utolsó sorban is rendelkeznek. Magyarországon is volt olyan ügy, amikor A vállalat behekkelt B vállalat számítógépes rendszerébe, hogy megtudja, hogy B vállalat üzleti titkai micsodák. Magyarországon is volt olyan, hogy A ország behekkelt a Magyarországon működő egy bizonyos vállalatnak a rendszerébe, és onnan igen értékes szellemi tulajdonokat lop -lop loptak el. Tehát ez a fajta gazdasági motivációból, vagy éppen pusztítási célból végrehajtott hekkelés, ez már viszont igen komoly károkat tud, tudhat okozni. A legjobban viszont nyilván attól félünk, amikor szervezett csoportok, államilag szervezett és államilag támogatott csoportok, vagy ezek proxiai hajtanak végre olyan kibertámadásokat, ami után jelentős mennyiségű információval leszünk szegényebbek. Ugye leszünk szegényebbek, ez nem azt jelenti, hogy el fog valami tűnni, vagy meg fog valami sérülni, azt jelenti, hogy jó esélye föl se fog nekünk tűnni, hogy elvittek tőlünk valamit, mert hogy olyan szofisztikáltsággal hajtják végre ezeket a támadásokat. A képességek, motivációk tehát meglehetősen tág kategóriában mozognak, ami viszont hasonló, az a támadás végrehajtásának a módja. Itt már beszéltem az úgynevezett Cyber Kill Chain modellről. A Cyber Kill Chain modell 2008-ban került publikálásra, és a Lockheed Martin cég volt az, aki közzétette ezt a modellt. És ez a modell az, ami szépen összefoglalja azt, hogy hogyan néz ki egy kibertámadás. Az első lépés az a reconnaissance, a felderítés. A második lépés a weaponization, a fegyverkészítés. A harmadik lépés a delivery, az eljuttatás. A negyedik lépés az exploitation, a kihasználás. Az ötödik lépés az installation, a telepítés. A hatodik lépés a command and control, azaz az irányításnak az átvétele. A hetedik lépés pedig az actions, of, actions on objective, azaz a cél érdekében végrehajtott további lépések. És erre szeretnék példákat mutatni, vegyük át még egyszer, mi is ez a reconnaissance, földerítés, megnézem, hogy mit tudok a potenciális áldozatról, és be, beazonosítom az áldozatnál a gyenge pontokat, tipikusan embereket. Fegyverkész fegyverzetkészítés. Olyan támadó kódokat készítek, amik a gyenge pontokon képesek lesznek majd áthatolni. Például csinálok egy olyan e-mailt, amit a gyenge pont biztosan meg fog majd nyitni, és csinálok egy olyan az e-mailbe. Vagy egy olyan csatolmányt, ami a célkörnyezetben biztosan le fog futni, és kifejti a hatását. A delivery-nél, az az eljutatásnál mindezt eljutatom, elküldöm az e-mailt, létrehozom a támadó weboldalt, bedugom az USB kulcsot. Kihasználás, ugye maga ennek a kódnak, vagy más támadási vektornak a végrehajtását jelenti, ami után megtörténik az installation, a telepítés, azaz képesek vagyunk a megtámadott IT infrastruktúráról az interneten keresztül, vagy más, hogy kicsatlakozni a támadás kezdeményezőjéhez, az a támadó, támadó hozzáférés szerez a megtámadott infrastruktúrához. Ha ez megvan, akkor a támadó irányítja az adott számítógépet, megmondja, megteszi, végrehajtja azt, ami a célja elérésében érdekes. Például földeríti a teljes hálózatot, például telepíti a kártékony kódot mondjuk más számítógépekre is, és a végén megszerzi az információt, amire szüksége van. Na, hogy működik ez a gyakorlatban? Felderítés. A felderítést, ugye láttuk, hogy mennyi fajta int van, de a felderítésből az interneten leggyakrabban ezek közül is az OSINT-et, azaz az Open Source Intelligence-et szoktuk felhasználni, mert hogy töménytelen mennyiségben van hasznos adat az interneten, nem kell ahhoz hackelni és nem kell ahhoz törvénytelen dolgokat végrehajtani, hogy lássuk azt, hogy mi az az információ, vagy mi az az adat, ami, ami nekünk hasznos lehet. Amit itt látnak, ez, egy, ez a Bellinket nevű oknyomozó portálnak az Osint Landscape első változata 2018. februárból. Kicsit elavult, de többnyire még mindig működik. Ugye a Bellinketről azt kell tudni, hogy csodás módon képesek jellemzően Oroszországgal kapcsolatos információkat nyilvánosságra hozni, tehát ugye a legnagyobb -leg durranás talán az volt, hogy a Nagy-Britanniában végrehajtott noviscsok mérgezések után nem csak hogy azt tudták nyilvánosságra hozni, hogy kik voltak azok, akik a Litvinenko gyilkosságot végrehajtották, hanem gyakorlatilag még a diplomázási fényképeket is sikerült előásniuk. Tehát ők nagyon jól csinálják a, a nyílt forrású hírszerzést. Az, hogy egyébként mennyire kapnak <coughs> füleseket mondjuk a nyugati titkosszolgálatoktól, erről nyilván ezek a beszámolók nem szólnak. De a lényeg az, hogy ö, mindig ott vannak a jelentésekben az, hogy honnan származik az adott információ. Tehát a belinketnél nagyon magas fokon űzik a nyílt forrású hírszerzést, és ezen a táblázaton látszik is, hogy miért. A különböző platformok jól mutatják, hogy mennyi típusú adathoz tudunk hozzáférni, ingyen vagy pedig e, e, kis előfizetési díjjel. Rögtön ott vannak az elején a social media platformok, Facebook, Weibo, Twitter, Qzone, Instagram, és a többi, és a többi, mint a VK is ugye ott van, ami a, e, az orosz e, Facebook, e, a kontakte tehát rengeteg Közösségi van, ahol azért jó eséllyel el lehet kezdeni keresgélni. Ráadásul ezekre a közösségi hálózatokra, a közösségi hálózatok apjain keresztül rengeteg más szolgáltatás is ráépült, amik még könnyebbé teszik a célzott megkereséseket. Hát sajnos a, a Facebook letiltotta ezeknek a, az apiknak a keresését, tehát ez már macerás. Tehát a többiekre is lehet látni, hogy hogy egészen sok szolgáltatás épül, ki, kimondottan. Az Intel Technics mondjuk talán a legismertebb ezek közül, ami egy ilyen össz-social media felderítésre alkalmas. Aztán ott vannak a sharing and publishing platformok, amin keresztül képeket teszünk ki. A Pinterest például a legismertebb. A Pinterestnek megvan az a rossz tulajdonsága, ezt így mondom mindenkinek, aki Pinterestezik, hogyha az össze van kötve a Facebookkal, akkor hát minden Facebook ismerőse látja azt, hogy milyen pineket ment le az adott illető. Úgyhogy én egyrészt pontosan tudom, hogy melyik ismerősöm tervez lakásfelújítást, ki az, aki, nem tudom én, most éppen a világok után érdeklődik, és ki az, aki nagy mennyiségben manga pornót gyűjt. Úgyhogy nagyon kell vigyázni arra, hogy a Pinteresten keresztül mit és hogyan osztogat meg, mert hogy ez egy beszédes információforrás lehet blogok, fórumok és más közösségek, eh, és ebben a közösségekben még nagyon sok minden nincsen felsorolva, csak az informatika területén, hogyha eh, a mondjuk a, a, support fórumokat végignézegetjük, tehát hogy van, van, vannak, vannak ilyen, ilyen teljesen eh, partikuláris informatikai problémák, akkor amire nincsen megoldása az adott rendszergazdának, akkor érdemes belenézni egy-egy ilyen támogatási fórumban, ott majd meg fogja kérdezni, és kis eséllyel, nem is, nem is olyan kis eséllyel, saját névén fogja ezt megtenni, tehát a linkedin meg lehet nézni, hogy ki is az, aki ezt az egészet kérdezi, tehát lehet tudni, hogy melyik cégnél dolgozik, tehát lehet tudni, hogy melyik cégnél van mondjuk egy olyan sebezhetőség vagy informatikai probléma, amit potenciálisan ki lehet használni. De hát ott van az összes többi fórum is, ugye mondjuk a Strava vagy a hasonló ilyen fitness applikációk például személyhez rendelten nagyon sokszor tartalmazzák az illető, erre szokott futni, amiből már mondjuk a lakhely is egészen jó kitalálható. Aztán ott vannak a egyes közlekedéssel kapcsolatos információk, ugye a maritime movements, a tengerészeti mozgásokat lehet végigkövetni, aviation movements, a repülőgépek mozgásait lehet végigkövetni. Nem véletlen az, hogy amikor mondjuk itt a magyar oknyomozó sajtó megpróbálja kideríteni azt, hogy egy-egy hajó vagy egy-egy repülőgép mégis merre megy és hol találkoznak, azokat többnyire ezekből az adatbázisokból szedik, és nem túl meglepő, hogy ezek a magángépek és magánhajók igen hajlamosak, igen csak hajlamosak a transponder kikapcsolni, nehogy véletlenül megjelenjenek ezekben a felsorlásokban. De hát ugye ezeket a hajókat és repülőgépet is csak emberek vezetik, tehát ez nem mindig sikerül. Rádió a világ összes rádióadóját lehet hallgatni az interneten keresztül, és ezeket föl is lehet dolgozni. Commercial Registries, azaz a cégnyilvántartások. Minden országban, majdnem minden országban a cégnyilvántartás nyilvános, tehát utána lehet menni egy adott, adott cégnek. Webkemek. Szintén volt olyan oknyomozó Magyarországon, aki a ha jól nem hiszem, akkor a Győri repülőtérnek a webkameráit próbálta visszanézni, hosszú hetekre visszamenőleg, és akkor fedezte fel, hogy hogy, hogy nem bizonyos időpontokban, amikor bizonyos repülőgép ott járt a repülőtéren, akkor bizonyos webkamerák ki voltak kapcsolva, nehogy véletlenül látni lehessen, hogy mi történik. Ez egyébként egy nagyon gondos obszek volt azok részéről, akik nem akarták láthatni, hogy kik is voltak a repülőtéren, de megint csak azt mondom, hogy nem minden, nem mindig, és nem, nem, nem feltétlenül ennyire előrelátóak az emberek. Naplán, hogyha mondjuk a sodámban keres az ember webkamerákat, amik nem publikus webkamerák, hanem csak úgy kínfelejtődtek az interneten. Úgyhogy ha a Sodánban van Black Friday idén, akkor e, aki ezzel a témával foglalkozik, javaslom, hogy fizessen elő egy ilyen lifetime-ot, mert az a Sodán, ez egy kimondottan jó és hasznos információforrás. Image with Doc Forensics. Ne felejtsük el, hogy a dokumentumok, képek, videók mind-mind egy csomó-csomó metaadatot tartalmaznak, ezeket a metaadatok, ezek pedig egészen beszédesek tudnak lenni, például sokszor van benne GPS koordináta, vagy éppen az eszköznek a neve, amivel készítették, vagy egy csomó minden más is, ezeket mind ki lehet nyerni. Internetes keresés. Olyan keresőket látnak itt, amikről még én sem hallottam életemben soha, de azért a Wayback mesén kiemelném, hogy ne felejtsük el, hogy egy honlap tartalma az nem tűnik el a múltban, hiszen a Wayback mesén nem jó eséllyel az archive.org-on, jó eséllyel azért azoknak a honlapoknak a korábbi információit is meg lehet e, találni. És a végén úgy a geospatial data, tehát a különböző műholdakról származó adatforrások, sok van belőle, függően attól, hogy mire van szükségünk, ez előkeríthető. De a legismertebb ezek közül ugye a Google Maps, illetve a Google Earth, ami e, hihetetlenül pontos képeket tud e, akár a hátsó kertről is nyújtani. A nyílt forrás tehát egy nagyon fontos dolog a felderítésben, a reconnaissance-ben. Na de hát ott van a fegyverkészítés is. A zero d a kérdése, hogy a zero d azok a hibák, amikről a gyártó még nem tud, vagy legalábbis ha tud is, még nem pecselte. Tehát, hogyha ezekre a zero d lehet és tudunk támadókódokat írni, akkor nincs az a védelem, ami megakadályozna az informatikai infrastruktúrára való behatolást. A nagy államok és a nagy hírszerző szervezeteknek van saját ilyen jellegű programjuk. Ugye a Volt Seven, ami a CIA-nak volt egy programja, és a Wikileaks-en keresztül jelent meg egy tipikus példája annak, hogy milyen az, amikor egy, egy kimondottan hírszerző szolgáltatnak a saját ilyen programja. Azért a leggyakrabban azt lehet látni, hogy azért nincsenek, tehát hogy a hírszerzők általában támaszkodnak az adott ország techni technikai felderítőire, technikai titkosszolgálataira is. Tehát Magyarországon is azért ezeket a, ezeket a bizniszeket, legalábbis a kiszivárgott hírek alapján, amik ténylegesen kiszivárogtak, ugye néhány évvel ezelőtt úgy néz ki, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat intézgeti, aztán, hogy az információs hivatallal hogyan és milyen módon bótolnak, erről fogalmam sincsen, nem is, nem is tudom, nem is tudhatom és nem is mondhatom el, ha tudnám, sem mondhatnám el, de, de jó eséllyel azért a két titkosszolgálat között azért valami, valami deal van, csak van ezekkel a saját fejlesztésű zírodélyekkel kapcsolatban. Bár Magyarországon valószínűleg nem saját fejlesztésű zírodélyek vannak elsősorban, hanem felvásárolt eszközök vannak, legalábbis a szivároktatások erről szólnak mert hogy vannak olyan piaci szolgáltaták, és itt, az Irodium a, a legismertebb ilyen piaci szolgáltató, aki azt mondja a független biztonsági kutatóknak, hogy drága barátaim, itt vagyok én az Irodium, hogyha találsz valami zíródét, akkor add el nekem. És akkor én fizetek érte, és garantálom, hogy ezt nem a bűnözők fogják felhasználni, hanem állami eh, szervezeteknek eh, fogom tovább értékesíteni, akik nyilván a saját legális kereteik között fogják majd ezt felhasználni. Ez azért jó, mert akkor ennyivel kevesebb 0D kerül ki a bűnözők Azért nem jó, mert ez azt is jelenti, hogy nyilván akkor államok hosszabb ideig tudnak célzott hírszerzésben olyan 0 eket használni, amik egyébként benne vannak a szoftverekben, amiket nem tudunk kiavítani. Az erodium amúgy közé szokta tenni, hogy éppen Eh, milyen exploitokat keres, amiből lehet látni, hogy körülbelül melyik rendszer eh, mi mennyire biztos, tehát mondjuk augusztus 27-én 2020-ban ki van írva, hogy we are currently looking for SAP NetWeaver exploits, leading to pre-auth remote code execution, authentication bypass or data disclosure. We may also consider post-auth code execution or privilege escalation exploits, ami, ami, ami egészen jól orientálja a biztonsági kutatókat, hogy mégis milyen jellegű SAP hibákat lenne célszerű keresni. A legutóbbi információm az például az volt, hogy Apple sebezhetőségeket nem keresnek, ezzel szemben a legújabb Androidokra viszont igen, ami a két mobiloperációs rendszer biztonsági szintjét is egészen jól mutatja. Úgy néz ki, hogy az iPhone sebezhetőségekben most betárasztak egy jó ideig. Következő fázisunk ugye az eljuttatás, és itt a támadó infrastruktúrával kapcsolatos kérdéseket feszegetném egy kicsit, és belül is az obszeket. Számomra egy nagy kérdés, hogy amikor például friss hír Nagy-Britannia bejelenti azt, hogy fölállítja a brit sereg és a brit titkosszolgált, GCHQ által közösen működtetett kiberparancsnokságát, és kimondottan ráfekszenek az, offszek, az offenzív képességek fejlesztésére, akkor vajon az offenzív képességek során mik lesznek azok a számítógépek, amikről az offenzív tevékenységet végrehajtják. Mert hogy ahhoz, hogy offenzív képességet végesen hajtani, ahhoz kellenek számítógépek. És most nyilván itt, itt a, a, kis fejemben elképzelem azt, hogy a, a brit sereg e, hatáposa hattáposa mondjuk e, tömegesen szerez be, nem tudom én, Amazon e, cloudos előfizetéseket, csak hogy tisztán menjen minden, de valahogy esélyesebbnek tűnik, hogy mondjuk a britek meg az amerikaiak és pontosan ugyanúgy a fekete piacon szerzik be a támadó infrastruktúrához szükséges bűnözők által meghekelt szervereket, mint ahogy egyébként az oroszok meg az észak koreák is csinálják. Van itt egy oknyomozó cikk, szeptember 16-a 2020, amit az Intel 471 nevű cég jelentetett meg, ami azt feszegeti, hogy az észak-kóreai hacker csoportok, állami hacker csoportok hogyan működnek együtt az elit oroszul beszélő kiberbűnözőkkel, mert hogy az orosz kiberbűnözőknek vannak ilyen infrastruktúráik, nyilván használják mindenféle kiberbűncselekmény elkövetésére, és hát miért is ne lehetne, eladják bárkinek, aki fizet érte, már pedig észak valószínűleg fizet érte, mert hogy egyszerűbb meglevő infrastruktúrát használni, és arról támadni, mint kiépíteni egy sajátot. Tehát ez, ez egy meglehetősen nagy titka itt az OPSE-nek, és egy nagyon nagy kérdés, hogy, hogy hogy, hogy is működik tulajdonképpen itt ez az, a, ez az alvilágban. Egyetlen cikk, amit, amit találtam a témában, de, de nekem erősen az a gyanúm, hogy ez, ez körülbelül mindenhol így mehet, és ez is mutatja, hogy mennyire egy szürkezóna, de inkább piszkos szürkezóna ez az egész érszerzés az interneten keresztül. Következő fázisunk a kihasználás akár speciális eszközökben is, mert hogy mondanám azt, hogy mondjuk egy, egy Windows-t feltörni, az nyilván triviális, nem az, de, de nyilván akár az is lehet, mert sokan használják, Mondjuk egy SAP netvével azt már kevésbé sokan használnak, de biztos vagyok benne, hogy volt, aki az eródiumnak adott el e, ilyen kódot. Na de mi történik akkor, amikor célrendszerekről van szó? Mondjuk Ukrajnában szeretnének felnyomni e, vízi közműveket, és a vízi közművekben ugye igencsak speciális eszközök vannak. Mármint nem mindig annyira speciális eszközök, mert például használnak Eléggé commodity ám, routereket is, tehát ilyen, ilyen Soho routereket, És például a VPN filter nevű kártékony kód az egészen konkrétan ilyen, ilyen commodity routerek megfertőzésével, 0 D e, támadásain keresztül tudott behatolni a, a vízi közművek informatikájába. A támadás egyébként három lépcsős volt. Az első lépcső az információt szerzett, azaz a a, a routereken keresztül menő hálózati információkat, SCADA ICS információkat töltötte le. A második fázis, ez mondjuk úgy, hogy megnyitotta ezeket a szervereket bármilyen más tevékenységre is, hogy így készen álljanak, hogyha valamit a gazda esetleg akarna. A harmadik fázisban pedig lehetőség volt arra, hogy adott esetben ezeket a rútereket elpusztítsák, azaz brickeljék, és ezzel tegyék lehetetlenné a hálózatoknak a működését. Magyarul az, hogy az adott hírszerző szervezet egyébként csak hírszerző, vagy, vagy egy hírszerző tevékenység mikor fordul át egy katonai műveletbe, ez a malware szempontjából egy lényegtelen kérdés. A malwarenek készen kell állni arról, hogy csendben működjön, és készen kell állni arra is, hogy mondjuk egy full-scale cyber warfare eseményt akciót hajtson végre. És ez, ez, ez mondjuk egy, egy különleges, de még talán nem annyira speciális uh, malware volt a VPN filter, hiszen mégiscsak piacon kapható rútereket támadott, de mondjuk csak a Staxnetre gondoljunk. Uh, a Stuxnet azért egy meglehetősen speciális környezetben fejtette ki a saját hatását, tehát bizonyos államoknak egészen biztosan megvan az a képessége, hogy a legkülönlegesebb, legkülönfélébb, informatikai infrastruktúrában is meg tudják oldani a kihasználást, az exploitation. A telepítés pedig, hát az egészen varázslatos. A Stuxnet-et már említettem, és a Stuxnet története talán sokak számára ismert is, úgyhogy nem is ebben mennék bele, de ha megemlíteném az idei évnek az egyik nagy felfedezését, a svájci kripto AG nak a történetét. Ugye a kripto AG, mint neve is mutatja, kriptográfiai E, megoldásokat, eszközöket, nagyon meg titkosítókat árult nagyon sok ország, nagyon sok hadsereg és titkosszolgálat számára, és most derült ki idén, hogy ez egyébként egy nagy hagyományokkal rendelkező svájci cég, ami már, a, ha jól emlékszem, a II. világháború előtt is működött. Most derült ki, hogy ebben a Crypto ag részt tulajdon is a CIA is, és hát voltak olyan titkosító eszközök, amik, a, amik CIA-e -ok voltak, azaz úgy mentek ki, a végfelhasználókhoz, hogy volt benne egy kis backdoor, amiről csak a CIA tudott, így könnyítve meg az adott ország elleni hírszerzéseket, mondanám azt, hogy ez így könnyű, de gondoljunk bele abba, hogy mondjuk a Kínából érkező eszközökben, ott az alaplapon, vagy még tovább nem volt valahol a csipben beágyazva, nincsenek-e ugyanilyen állami backdorok, -ok, amik csak arra várnak, hogy valaki élesítse őket mert hogy viszonylag ritkán szoktuk azért átnézni a csippeket és a nyomtatott áramköröket, és akkor sem biztos, hogy megtalálnánk benne a csalafintaságokat. Irányítás a gyakorlatban, ugye? Itt pedig azt hoznám célú, vagy azt hoznám példaképpen, hogy a kimutatások alapján sok adat van, 2017-es adat, de ugyanígy Na most éppen ezt találtam, és ez, ez illeszkedett jól, de, de ugyanígy ezt minden évben el szokták játszani különböző e, cégek, hogy alapvetően a támadás maga, amíg nem veszik észre, az, az hónapok. Tehát itt, itt 66 nap átlagosan a támadástól a felfedezésig, lehet ez hosszabb is, lehet ez rövidebb is, függően attól, hogy a támadónak mi a célja, mennyire gyorsan e, akarja elérni a célját. Hallottam olyan támadásokról is, amikor évekigben voltak a, a rossz támadók, és szipkázták le az adatokat. Van olyan, ugye egy kiberbűnözésben viszonylag gyakori, hogy két-három hét alatt eredményt akarnak elérni. De ami biztos, az az, hogy a támadók nagyon-nagyon sokáig bent tud lenni a hálózatban, és tudja csinálni azt, amit, amit csinálnia kell, mi a C2, Hogyha viszont végrehajtja a támadást, tehát látványosan le akarja zárni az esetet, mert mondjuk a fertőzést elindítja, vagy mondjuk nagy mennyiségű alatt akar leszippantani, akkor az percek. Ehhez képest a védelem oldalán, ugye három nap, amíg, amíg megértik egyáltalán a megtámadottnál, hogy mi történt, 36 nap, amíg, amíg a teljes forenzikus vizsgálatot végigviszik, és e, e, 38 nap, a teljes átlagos idő a Discovery-től a notification tehát amíg a teljes észlelési ciklus végig megy. Egyébként hónapok, évek is tudnak lenni azok a forensikus meg egyéb dolgok. Tehát a védelmi védelm oldalán praktikusan vert helyzetben vagyunk. Ha az Early Warning nem működik, már pedig nagyon sok helyen nem működik, ha előkészítő fázisban nem észlelünk gyanús jeleket, Amiben ugye a, a kiterjedt szimrendszerek, a mesterséges intelligencia és az összes többi e, téma is e, a kezünkre játszhat, tehát amíg nincs early warningunk, addig gyakorlatilag letolgatjával várjuk azt, hogy egyszer csak a támadó úgy gondolja, hogy neki most borítania kell valamit, mert egyébként észre se fogjuk venni. Tehát, hogyha nem az a cél, hogy észrevegyük, akkor évekig simán el lehetünk úgy, hogy se tűnt, hogy valaki elvitt adatokat, mert ugye a digitális adatok egyrészt nem hiányoznak, tehát az ellopás az után nem fog hiányozni semmi, hiszen másolatot tudnak róla csinálni, másrészt millió másolatot tudunk csinálni róla úgy, hogy nem romlik a minősége. És végül a cél elérése. Ugye a változó politikai igények. Itt ugye a Sony hekket tudnám kiemelni 2014-ben, amikor észak a szeretett vezére kicsit berágott egy film kapcsán, és emiatt a film miatt rendelte el a Sony Pictures teljes és totális megtámadását és lehetetlen helyzetbe hozását. A film megjelenése, az első, első képkockák kiszivárgása, és a Sony teljes elletelezése között kettő hónap telt el. Hát ez mutatja, hogy mondjuk Észak-Korea esetében, az Észak-Koreai kiberhadseregnek 2014-ben kettő hónapra van szüksége teljes hírszerzési ciklus, illetve a kiberművelet végrehajtására. Tehát, hogyha kellően nagy a, a politikai igény, akkor kellően gyorsan lehet az államszolgálatait abba az, az irányba állítani, hogy kellően nagy e, csapást tudjon kifejteni a célponttal szemben. Na nézzünk akkor még egy kicsi elintet, ha már ugye azt mondtam, hogy ez a feltörekvő. Ugye alapvetően az elint, az elektronikai, elektronikai hírszerzést, ezt azért a, az öt ország, a Five Eyes Countries, Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, új Zéland és Ausztrália nagyon nagyban űzi, nagyon-nagyon régóta, 40-es évek vége óta. A legismertebb ilyen megoldásuk ez az, az echelon rendszer, amit itt éppen egy, egy brit megfigyelő állomás van lefényképezve azaz az egész világban a különböző eh, dominiumokon, szigeteken, mindenhol telepítettek ilyen nagy eh, állomásokat, amivel évtizedek óta gyakorlatilag a teljes először rádióforgalmat, majd eh, elektronikus adatforgalmat megfigyelték. Hát ebbe rondított bele egy picit az, hogy az adatforgalom az egyre inkább internetes lett, és egyre inkább olyan átviteli platformokon keresztül ment, mint mondjuk optikai kábel, aminek a kisugárzása azért viszonylag alacsony, tehát nem triviális ezeket megcsapolni. Viszont a Snowden, Edward Snowden által kiszivárogtatott NSA leak azért megmutatta, hogy nem kell annyira féltenünk az NSA-t, és felteszem, hogy azért van még egy-két olyan titkosszolgálat, akinél hasonló a helyzet, megoldják ők ezt a kérdést is, mondjuk úgy, hogy egyszerűen oda telepszenek a Facebook adatközpontjaitól nem messzire, és az ott bejövő optikai kábeleken keresztül csapolják meg a teljes adatmennyiséget. Ugye itt a, a Prism nevű rendszernek a lékeit lehet látni 2013-ból, akkor éppen a Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, Paltalk, YouTube, Skype, ahol és az Apple volt azon, ahonnan bár gyakorlatilag mindenféle adatokat le tudtak szedni, e-maileket, cseteket, videó, hang, sima videókat, fotókat, tárolt adatot, voip beszélgetéseket, fájlátviteleket, videokonferenciát, loginokat, mindenféle logatatokat, illetve az online social networking részleteket, és még különleges igényeket is ki tudtak szolgálni az NSZ részére. És ez volt 2013-ban, Snowden borította a dolgot, de valahogy nem hiszem azt, hogy nagyon megváltozott volna ez az hozzáférés, sőt, sőt, bejött mellé még ugye e, jó pár feltehetőleg, tehát én nagyon nem féltem az NSZ-t, hogy információ nélkül marad, de hát ki nem elég rendesen belerondít most, bele, bele rondítani ebbe a helyzetbe, amit nyilván amerikai barátaink nem annyira nagyon akarnak hagyni. Az állami hírszerző csoportokat általában APT csoportoknak szokták nevezni. Ez az APT, ez az Advanced Persistent Threat szóra, szóösszetételre utal, az a fejlett állandó fenyegetésre. Az APT csoportok jellemzően államhoz rendeltek, és hogyha megnézzük a Mitra vagy a MITRE Corporationnak az ATAK frameworkében ezeket az APT csoportokat, hát akkor van mindenki is. Tehát egy APT 1-től APT meddig, és szépen oda van írva mindegyik mellé, hogy mondjuk az APT 1-et kínainak tartjuk, nem, nem mi, hanem a, a Mitra Corporation, az APT-12 szintén kínainak tartjuk, az APT-28 orosznak tartjuk, az APT-29 szintén orosznak tartjuk, és itt tovább, és itt tovább, ott Irántól, Irán és akkor mindenkit megtalálnak. Valahogy az amerikai és a brit APT csoportok hiányoznak ez a, erről a listáról, de hát ugye, ha rejtőjenő is megmondta, hogy ha nem akar szerepelni a listán, akkor az a legjobb, hogy a temat eh, olvasott, íród írod és olvasod föl azt az adott listát. Természetesen megvannak az amerikai és brit, tehát az angol száz nyugati hírszerző csoportoknak is a maguk APT csoportjai. Talán a legismertebb ezek közül az APT 28-as csoport, akit milliónyi különböző néven lehet ismerni. Talán a legismertebb ezek közül a Fancy Beer rövidítés, de élnek, Sofacenek, Ponstornak, Strontiumnak, cártímnek, meg mindenféle egyéb dolognak is hívják. Őket a, a GRU-hoz, tehát az a Oroszország katonai érszerzéséhez szokták kapcsolni, és például a 2016-os amerikai választási Hillary Clinton kampányi a meghekkelése is hozzájuk kötődik. Gyakorlatilag az APT 28 és 29, ez a két csoport, az egyik a GRU, a másik pedig a KGB állító, állítólag, tehát ez a két egymással versengorosz titkosszolgálati csoport az, akik szinte kivétel nélkül az összes külső orosz tevékenységet végrehajtják. Erről egy teljes képet egyébként az NSZ és a CIA és az FBI által közösen kiadott, úgynevezett Grizzly Steppe jelentés Tartalmaz, ez a Grizzly-szeppe jelentés 2016. december 29-én jelent meg, de azóta is folyamatosan bővítik, és ebben szedegetik össze azokat a, a támadásokat, amit egyébként Oroszországnak e, tulajdonítanak. Ezek a támadások, ezeknek az a közös tulajdonsága van, hogy jellemzően e, zavarkeltési célral e, történnek azaz eh, leginkább az orosz információs műveletek eh, támogatására szokták jellemzően felhasználni, illetve nyilván az Oroszországot érintő hírszerzési információkat szokták belevinni, de a, a támadásokat végig gondolva egy hirtelen azért főleg és célra szokták eh, bevetni ezeket a csoportokat. A másik ilyen ország, akiről gyakran meg szoktak emlékezni, Észak-Korea, Észak-Koreával kapcsolatban most nemrég április 15-én jelent meg egy, egy össz ö, jelentés, ami rész nagyon részletesen összefoglal mindent, amit az észak-koreai kiberfenyegetésről lehet tudni. Nagyon izgalmas olvasmány, ö, nyilván hírszerzői tehát, hogy, hogy mennyi ebből az igazság és mennyi ebből a csúsztatás. Ezt nem fogjuk tudni megítélni, de, de hát, Többé kevésbé azért azt feltételezem, hogy, hogy tartalmaz bőven igazságokat ezekről a képességekről. Azért ne felejtsük el, hogy minden olyan hiszező jelentés amit nyilvánosságra hoznak. Ez picit arról is szól, hogy a, a közvélemény elfogadja azokat az állításokat, amik az adott ország politikájától jönnek, de ezt is az információs műveleteknél már megtanultuk. Kínában a legismertebb ilyen csoport. Ez a PLA Unit 61398, PLA az ugye a kínai néphadseregnek a fedőnevét vagy rőtését jelenti. Egészen varázslatos um, osint felderítés van mögötte, hogy, hogy hogyan jöttek rá a nyilvánosság előtt is, hogy ez a, az a Unit 61398 létezik. Olvasanak utána, az egész történet az ott kezdődik, hogy a, a, az egyik itt dolgozó hacker, föltett magáról a közösségi médiába egy fényképet, és a fényképen egyáltalán több, több, dolog látszott annál, mint aminek látszódnia kellett volna. Tehát varázslatos, hogy hogyan mentek utána. Kínáról azt kell tudni, hogy a kínai műveleteknél a, az elsődleges cél azért mindig a hírszerzés, és itt a gazdasági hírszerzés is lehet mondani, bár volt egy meg nem támadási szerződés Obama és Xi Jinping között 2015-ben, ami után alább hagyott a kínai gazdasági hírszerzés, de azt tanítom, hogy Trump elnök nem sokat segített abban, hogy ezt a, ez a megállapodáshoz mind a két fél tartsa magát. Viszont Kína többször hangsúlyozottan kinyilvánította, hogy ő offenzív katonai műveleteket, katonai műveleteket nem hajt végre, és nincs is jele annak, hogy a, a hírszerzési jellegű műveleteken kívül bármi másra is használnák ezt a képességet. Azt még elfejtettem mondani, hogy észak esetében, amit a leggyakrabban látunk, az az, hogy összecsúszik az állami hírszerzés, illetve a kiberbűnözés, tehát a legismertebb észak-kórai csoportnak az elsődleges feladata az az, hogy pénzt szerezzem, megőször minél, minél több pénzt, úgyhogy ez a csoport, ez nagyon sokszor szokott pénzintézetek, pénzintézetek, pénzintézetek ellen támadást végrehajtani. Ugye ebben a csoportban szokták még Iránt felsorolni. Irán esetében nagyon érdekes helyzet állt elő, mert, mert Irán és az Egyesült Államok de facto kiberháborúban áll egymással a Stuxnet óta, tehát eléggé megy az adok kapok, és a, a, az amerikai képességeket legjobban ott lehet felmérni, amikor Iránnal kapcsolatban kell valamilyen kiberhadviselési műveletet végrehajtani, és azok eléggé ijesztőek szoktak lenni. Irán és az ottani APT 33-as csoport azért kisebb volumenű hekkeket hajt végre, elsősorban azt szokták csinálni, hogy hozzáférnek valamilyen amerikai célponthoz, utána pedig szalaszét kürtölik mindezt, tehát leginkább, leginkább a propaganda, a képességfelfújás az, amivel foglalkoznak. Ugye Irán és az Egyesült Államok tekintetében az ő céluk azért a minél nagyobb károkozás tehát ő, ő, az ő titkos műveleteik azért sokkal inkább a, ebbe az irányba mennek, aztán időnként lelőnek néhány embert, izraeli ügynökök, akik a kiberterületen dolgoznak, és akkor picit mindig így visszahanyatlik a kiberképesség irányban. Teh tehát Irán tulajdonképpen az az ország, ahol a legjobban lehet látni, Ukrajna mellett teszem hozzá, hogy a nagy hatalmak milyen kiberképességekkel rendelkeznek. Nagy-Britanniáról már szintén megemlékeztem, hogy a Nagy-Britannia pont tegnap jelentette be, hogy akkor nekik lesz egy, egy offenszív képességekkel rendelkező e, kiberparancsnokság, ez itt Cheltenham, e, a GCHQ, a brit e, hírszerző központja. E, nem csak a kiberképességek, e, kiberképességek fejlesztését jelentették be tegnap Nagy-Britanniában, hanem a teljes brit haderő fejlesztését jelentették be. A britek egyébként is igen jelentős képességekkel rendelkeznek, ezt tovább fogják fejleszteni, és egészen biztos vagyok benne, hogy miután amerikai mintára szervezik meg ezt a, a kiberparancsnokságot, valószínűleg még szorosabb együttműködés várható Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között. És aztán ott vannak a többiek. Bencsát Boldizsár, a műegyetem Crisis laborjának kutatója írt egy nagyon-nagyon érdekes cikket, talán két-három két, évvel ezelőtt, aminek az a címe, hogy Territorial Dispute Analysis Perspective on APT Landscape, aminek gyakorlatilag az volt a célja, hogy a, a Crisis által látott eh, APT csoportokat próbálják meg berendezni, fölsorolni felsorolni valahova. Ugye ők rendszeresen csinálnak különböző ellenőrzéseket, eh, ez ekközben látnak APT támadásokat, APT csoportokat, és a eh, nyilvánosság előtt elérhető adatok alapján próbálják attribútálni azt, hogy az adott támadás melyik APT csoporthoz tartozik. És az ő felsorolásukban az látszódik, hogy nagyon-nagyon sok olyan kátékony kóddal találkoztak ilyen APT műveletekben, amit nem tudtak az akkori információk alapján egyértelműen országhoz rendelni. Ami azért érdekes, mert ez azt jelenti, hogy a jól ismert APT 28-29, mit tudom én, GCHQ, NSA és az összes többi mellett, Egészen biztos, hogy más országoknak is vannak ilyen hírszerző képességeik, egész biztos, hogy mások is használnak hasonló információforrást is, csak egyszerűen a szakma nem tud róla, vagy nem beszél róla, vagy nincsen bizonyíték, nincsen hova attribútálni. Ugye ne felejtsék el, a kiberhadviselés tantályban megtanítottuk, hogy közel 60 olyan ország van ma, akik offenszív kiberképességekkel rendelkeznek, Nyilvánvalóan, hogy ezek az országok biztosan rendelkeznek olyan hírszerző képességekkel is, amik a kibertérben hírszerzés segítik elő, és feltétlenül még többen is vannak ennél, nem csak 60 országról van szó. Ki kell még itt térni viszont a proxiknak a szerepére, mert ugye nem mindig az adott titkosszolgálat hajtja végre azt a fedett műveletet, ettől is nevezik fedett műveletnek, hanem nagyon sok esetben nacionalista hazafias csoportokra vagy kiberbűnözői csoportokra bízzák a piszkos munkát. A titkosszolgálatok történetében nem újdonság az, hogy ilyen lehetőségekkel élnek. Ugye a hidegháború időszakában azért a sok-sok helyi konfliktusban konfliktust nem a nagyhatalmak vállalták föl, hanem a nagyhatalmak által támogatott proxy csoportok vívták meg ezeket a küzdelmeket. Vagy éppen csak a második világháborúban olaszország olaszországi partaszállás és olaszország elfoglalásában például az olasz szervezetbűnözés segített nagyon sokat az amerikai hadseregnek. Hát nincs ez más, hogy a kibertérben sem. Ezeket a proxikat használják az országok, bár ugye a nyugati országok az ENSZ előtt többször is elköteleződtek azzal kapcsolatban, hogy állami műveletet nem fognak proxik mögé bújtatni. Nincs is erre bizonyítékunk, Mondjuk, a nem nyugati országok esetében azért gyakran láthatjuk azt, hogy nem vállalják föl az állami konfliktust, tagadják azt, hogy ők lettek volna egy, -egy kibertámadás mögött, és rá tudnak mutatni minden egyes esetben valami, ha mutatni akarnak egyáltalán, de általában mutat rá tudhatnának mutatni más olyan csoportokra, akik az adott tevékenységet végrehajtották. A proxy szerepe tehát nagyon nagy jelenleg is. Nyilvánvalóan a nemzetközi jog nem feltétlenül szereti ezt a fajta dolgot, tehát az obszek már csak ilyen: ha el kell bújni, akkor el kell bújni. A kiberkémkedés, mint említettem, egy klasszikus szürke és mint ilyen, a nemzetközi jog sem nagyon foglalkozik vele. A sokszor emlegetett Tallinni kézikönyv a Tallinn Menüvel 2.0-nak a 89. pontja foglalkozik a kiberkémkedés témakörével, és ezt mondja, hogy békeidőben az államok által elkövetett kiberkémedés persze nem sérti a nemzetközi jogot, de az az eljárás, amit használnak, már törvényből ütközhet. Ez az, amit mondtam, ugye, hogyha idegen állam ellen folytatunk hírszerző műveletet, akkor, eh, akkor csak arra kell figyelni, hogy nehogy átlépjük azt a bizonyos határt, ami már valamiféle eh, nyílt reakciót vált ki az adott országból. Időnként Oroszország kicsit túltolta a biciklit, ott voltak is azért olyan válaszok, amik, amiknek nem feltétlenül kellett volna lenni, hogyha egy picit moderálják magukat. Háborús időszakban a fegyveres erők azon tagja, aki kiberkémkedési tevékenységben vesz részt az ellenséges területen, elveszíti a hadifoglyoknak járó jogokat, és képnek tekinthető, mielőtt csatlakozna azon fegyveres erőhöz, amelyhez tartozik. Tehát ha például Irán és Izrael fegyveres konfliktusba, tehát tényleges háborúba keverednének egymással, akkor mondjuk az az új ember, aki a Stuxneted, vagy úri hölgy, aki azt a Stuxneted bevitte mondjuk a Natanzi erőműbe, az hát nem hadifogolynak lenne tekinthető, ami elképzelve, hogy mi történne, hogyha fognának az, az irániak egy izraeli kiberkémet, az nem sok jót vetíten el előre. Martin Libicki, a kiber hadviselés egyik nagy teoretikusabb biztonságpolitikus, a következőképpen fogalmazta meg a kiberkémkedés dilemmáját. A lecke, amit meg kell fontolni az, hogy milyen üzenetet hordozon a kiberkémkedési tevékenységet, ha és amennyiben azt felfedezik. Amennyiben nem akarod, hogy a feszültséget szüljön, dupláz meg a műveleti biztonságot, de ne számíts sikerre. Emellett kerüld el a katonai célpontok elleni hírszerzést krízis esetén, vagy legalábbis olyan technikákkal közelítsd meg ezeket, hogy azok biztosan elkülöníthetők legyenek egy kibertámadás előkészítésétől. Amennyiben viszont a képességeidet szeretnéd megvillantani, vagy jelzésértékű szándékaid vannak, olyan narratívát készíts elő, amely számít a felfedezésre. De mindezt gondold végig alaposan a művelet előtt. Tehát ezért fontos a műveleti tervezés. És például, amikor Amerika az Egyesült Államok jelezte azt, hogy ja, egyébként vannak műveletei az orosz kiberműveletei, az orosz a rendszerben, az ugye ebbe a kategóriába tartozott, hogy hé, kedves Oroszország, értjük mi azt, hogy próbálkozol itt az Egyesült Államok a rendszerében, de így jó lenne, hogyha leállnám, mert hogy egyébként így ezt mi is meg tudjuk csinálni, csak eddig nem olyan, nem olyan, nagyon feszegettük ezeket a kérdéseket. Egy amerikai konferencián ezt így fogalmazta meg az egyik néző, miközben néztük az előadást, az az, hogy úgy azt mondta, hogy miközben ugye ilyen dolgokról beszélt az előadó, azt mondta, hogy hát hogyha három évvel ezelőtt én csak megemlítem azt, hogy milyen képességeink vannak, akkor engem hat bíróság elé állítanak. Most meg itt van, és nyilvánosan beszélünk róla. Tehát ennyit változott az amerikai perspektíva is a kiberkémkedés, a kibertéri műveletek felfedésével kapcsolatban. És azt kell látni, hogy a kiber nem választható el a világ, vagy a több, az összes többi kémkedési, illetve hírszerzési tevékenységtől, mert hogy amúgy, ha fölmennek a cyber, az FBI Most Wanted listájára, és megnézik a cyber kategóriában a Cybers Most wanted akkor azt fogják látni, hogy, hogy szépen így, így, fényképpen, meg névvel, meg életrajzal együtt, így föl van sorolva nagyjából a fél iráni, meg a fél orosz katonai hírszerző testület, kiberhatszerző testület, meg, meg lehet kínaiakat is találni, meg néhányan most csak ez, ezen a, ez a screenshot, ez, ez még folytatódhatna, hogyha úgy screenshotoltam volna, és látnának nagyon sok egyenruhában levő, egyenruhában levő orosz meg kínait, meg láthatnak olyanokat, akikről még valószínűleg nem tudnak részletesen ennyi mindent, mondjuk az APT41-es csoport, vagy az IRGC Cyber Actors, vagy a China MSS Guangdong State Security Department hackers, és még lehetne folytatni. De ahogy de hogy ott tart jelen pillanatban a, a, a klasszikus hírszerzés, és a kiberhírszerzés közötti szinergia az Egyesült Államokban, hogy igenis be tudják tenni az arcot és a nevet az állami hekkerek mögé. Úgyhogy, úgyhogy óvatosan ezzel a történettel. És be is teszik, hiszen ez üzenetértékű, és abban bíznak, hogy talán sikerül elbátortalanítani ezeket a szereplőket attól, hogy további nagy hekeket hajtsanak végre, mert már így is üldözik őket. Tehát mondjuk ezek az iráni fiatal emberek nem annyira nagyon hiszem, hogy könnyen tudnának kimozdulni Iránból, mert hogy nemzetközi körözés van kiadva rájuk, úgyhogy ők nem nagyon fognak menni nyaralni majd a következő években az Egyesült Államokba. Fedett műveletek a hírszerzésen túl. Mert hogy eddig ugye hírszerzésről beszéltem, de a kiberkémkedés perspektíváját tágabb értelemben is érthetjük, Um, ugye ide tartoznak azok a, az összetett fedett műveleteket, hát amiket, a, amiket és melyeket ugye az információs műveletek körében megismertünk. Ezek nem feltétlenül katonai műveletek, nem katonai szervezetek hajtják végre, hanem titkos szolgálatok, és ebből talán a legismertebb ugye a psyops a pszichológiai e, műveleteknek a végrehajtása. A psyopsnak e, olyan tulajdonságai vannak, mint ahogy azt megtanultuk, hogy először is ugye befolyásolni próbálják a, az információhoz kapcsolódó eh, per, percepciókat. De például az összeesküvés elméleteknek a terjesztése, ez egy tipikusan jó lehetőség a pszichológiai műveletek elterjesztésére. Tehát az, hogy az amerikaiak most nagyon-nagyon hisznek eh, eh, abban, hogy nincsen vírus, és igazából csak meg akarják őket figyelni, és majd megcsipelik őket az szoltással. Ebben nem kis része van különböző keleti országok pszichológiai művelteinek, akik az összeesküvés elméleteken keresztül egy masszívan győzködik, különösen a trampiánus réteget arról, hogy úgy nem, nem kell oltás, nem kell oltás, nem kell Ez az oltás rossz. Hát aztán látjuk is, milyen eredményei vannak ennek az oltás ellenesség, maszk ellenesének vagy vírustagadásnak. A technika mi szokott lenni? egy technika változó. Közösségi hálózatok, történő híradásoktól kezdve a trollok megjelenésén át milliónyi webes technológia van, aminek a segítségével ezeket az üzeneteket egyébként el lehet juttatni, félelmet, kétséget, stb. lehet kelteni. Mi a cél? Célből is milliónyi van, megosztás. Talán ez, ami az Egyesült Államokban a legjobban látható. Soha ennyire nem volt megosztott az amerikai társadalom, és ez az a megosztás szerintem Putyin approved, tehát, hogy, hogy valószínűleg az orosz vezetés az erősen dörzsölgeti a, a, kezét, hogy akkor ezt most így sikerült. Azt, hogy képesek lesznek, -e, vagy mire lesznek képesek az amerikaiak, -e, mert azért mégiscsak egy olyan nemzetről van szó, aki már mutat, megmutatta egy párszor, hogy hogyan lehet összefogni, meg azt is, hogy hogyan lehet szétmenni, azt majd meglátjuk, de, de a cél az, az úgy, úgy megészen elérhetőnek tűnik. A kiváltott érzelem pedig ugye a dű, az összezavarodtság, és főleg ezen belő, ezek, ezek közül is kiemelve a bizalmatlanságot. Ugye ez az, amiért tulajdonképpen egy felforgató művelet eh, igazán izgalmas lehetne. Azt, hogy a, a nép, az állampolgár elveszíti a bizalmát a választott képviselővel szemben, és elkezdi azt a narratívát elfogadni, amit a másik nemzet megpróbál ráadni. És éppen ezért jelen pillanatban a fedett műveleteknél található legnagyobb kihívásnak a demokrácia meghekkelését szokták tartani. Az Egyesült Államok legutóbbi választását például ezért övezte egy nagyon nagy várakozás, hogy vajon megint lesznek-e külső beavatkozások, mint hogy 2016-ban a Cambridge Analytica vagy éppen Oroszország beavatkozott a választási folyamatba és alásta a választás bizalmát, viszont nem voltak ilyen jellegű tevékenységek. Mondjuk ugye Chris Krebs, aki a, a, a CISA nevű ügynökséget vezette kiber, kiber területen vezette az ezt az ügynökséget, és felelő, ő volt felelős az amerikai elnök választások kiberbiztonságáért. Ugye többször elmondta azt, hogy nem avatkozott be senki, Trump ki is rúgta, nem ezt a választ várta. De ettől függetlenül nincsen jele ennek a pillanat, ebben a pillanatban, így néhány héttel az amerikai választás után annak, hogy külső felek beavatkoztak volna ebbe a választásba. Mert hogy lehet egy választást meghekkelni? Választást meghekkelni azt úgy lehet, hogy a választáshoz vezető utat hekkelem meg, azaz, azaz ö, ö, olyan gondolatokat ültetek el a választókban, ami miatt egyik vagy másik oldalra fognak szavazni, vagy éppen nem szavazni. Ugye ebben a közösségi médiák például ebben nagyon sokat segítettek 2016-ban, hogy olyanok mentek el szavazni, akik egyértelmű volt, hogy hova szavaznak, és olyanok nem mentek el szavazni akiknél bizonytalan volt a, a hova szavazás, tehát tökéletesen működött ez a megoldás. Ezek nem az oroszok, ezek egyébként a Cambridge volt. Meg lehet hekkelni a választást a választás napján, tehát magát a választási rendszereket, a szavazógépeket, a szavazatszámlálógépeket, a, a, a nyilvántartó rendszereket lehet meghekkelni. Erre Isten igazából nem nagyon láttunk még példát, mert hogy ez nehéz, és ez kiderül illetve a választás után lehet meghekkelni egy választást, hogy a tömegeket elbizonytalanítjuk a választás végeredményében. Hát kedvenc narancsága Twitter huszárunk jelen pillanatban ugye ezen dolgozik elég erősen, tehát ez nem kellett külső beavatkozás, ezt megcsinálja saját maga is. A demokrácia tehát a legnagyobb veszélyeztetetje jelen pillanatban a kibertérnek, és nem feltétlenül azért, mert technikailag amúgy ne lehetne biztonságosan megoldani egy választást, hanem azért, mert a választást végső soron az emberek, a választópolgárok fogják eldönteni, és a választópolgárok manipulálhatóak, és egyébként nem is szégyellik manipulálni ezeket a választópolgárokat. A kiberbiztonság, mint olyan, tehát régen is, és nagyon-nagyon túlment csak azon a gondolkodáson, hogy hogyan fogom én a malvert kifogni, a fedett műveletek tökéletesen használják a kiberteret és a kibertérben levő eszközöket és embereket arra, hogy a célokat elérjék. Tehát itt, itt sokkal komolyabb kérdésekről van szó annál, mint hogy melyik portot nyitom meg a tűzfalon. A kiberbiztonság azért az egyik legfontosabb nemzetbiztonsági fenyegetés ma, mert hogy eljutottam ugye a demokrácia alásásától, az egyszerű hekkektől, ami pontosan mutatja azt, hogy mekkora hatása van ma már az országainkra a kibertérből jövő összes fenyegetés. Próbáljanak meg tehát komplexen gondolkodni, próbáljanak meg tehát az informatikára, a kibertérre úgy gondolni, mint olyan lehetőségre, amin keresztül tömegesen lehet embereket elérni, és az embereken keresztül tömegesen lehet bármilyen hatást is kiváltani. És hogyha esetleg olyan területen dolgoznak, ahol ezeket a hatásokat ki kell váltani, akkor mindig legyenek nyitottak a kibertérre, és gondolják végig azt, hogy milyen lehetőségek rejtenek a saját, rejlenek a saját célok elérésében. Én a mai nap folyamán Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a figyelmet!